Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök napi hírműsorunkat, a Hírhetet látják, nézzük mai kiemelt híreinket. Zempléniek egészsége fórumot szerveztek a Sárospataki lokálpatrióták. Záhonyváros napja. Boroztak a rockerek az Óvári pincéknél. Egészségügyi fórumot szervezett a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete. Céljuk az volt, hogy megismertessék a jelenlévőkkel az elmúlt évek fejlesztéseit, az új szolgáltatásokat, és megvitassák a napi szintű ügyeket. A civil szervezet egészségügyi vezetőkön kívül a város polgármesterét és a térség országgyűlési képviselőit is meghívta erre a fórumra. A Sátoralja Újhelyi Kórház megbízott vezetője, a Sárospataki Mentőállomás és a rendelő intézet vezetői is jelen voltak a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete által szervezett fórumon. Az idén 10 éves civil szervezet fennállása alatt több témában is szervezett már nyilvános fórumot, igyekeztek mindig az aktualitásokhoz igazítani a témákat. 10 év alatt most ez a második ilyen egészségügyi fórum, ennek az apropóját az adja, hogy új egészségházunk van, új vezetője van az egészségháznak, és ami a legfontosabb most, hogy a házi orvosok rendelés ideje megváltozik, most már csak 16 óráig rendelnek. A rendelési időn kívül az orvosi ügyelet is téma volt, no meg az elmúlt évek fejlesztései, és az, hogy a város még magasabb szintű mentőállomást szeretne. Most azon dolgozunk, hogy egy úgynevezett esetkocsi kerüljön beállításra hamarosan, illetve a kistérségi társulási tanácson elhangzottaknak megfelelően igazgatóasszonnyal előkészítettük azt a megállapodást, amelyet majd az országos mentőszolgálattal fogunk megkötni. Erre a felhatalmazást az aláírásra már megkaptam, ami azt jelenti, hogy az eddigi orvosi ügyelet egy icipici átalakítással most már az országos mentőszolgálattal együtt kerül ellátásra. Aztán vannak még távolabbi terveink, hiszen a kitűnő termárvíznek, amely egyébként gyógyvíz minőségű, a további felhasználásával szeretnénk az egészségturisztikát is bevonni Sárospatak életébe. Az egészségügy a fórumot megelőzően a parlamentben is téma volt, mondta a térség országgyűlési képviselője, kiemelve, hogy Patakon megépült a járóbeteg szakellátó, felújították a régi rendelőintézetet és elkészült a mentőállomás. A következő év költségvetésében több mint 200 milliárdos forrás áll az egészségügyi fejlesztések rendelkezésére. Egyrészt az egészségügyi dolgozóknak és a szociális ágazatban dolgozók fizetés emelésével, azt hiszem, hogy ezzel vissza tudjuk édesgetni azokat a szakembereket, akik elmentek. Másodszorjában pedig a szociális ellátórendszert megerősíteni. Itt a térségben egy 1,5 milliárd forintos csomag áll készen, hogy például a szociális otthonokat egy Sárospatakon vagy Boldogkőváraljában mind-mind helyre hozzuk. Ez egy 2-3 éves program, és természetesen a házi orvosok megerősítésével szeretnénk anyagilag is hozzájárulni, hogy jöjjenek a fiatalok itt a térségben, Bodrog közön, mert ez a legnagyobb problémánk. Bármit lehet mondani, szép az orvosi rendelő, van eszköz, csak nincs orvos. A képviselő azt is hozzátette, az elmúlt években Zemplén térségében több mint 1 tucat házi orvosi rendelőt újítottak fel pályázati támogatásból, és teremtettek jobb körülményeket a lakosság ellátásához. A zempléni térségben az utóbbi 5 évben 3 milliárd forint értékű egészségügyi fejlesztést tudtak végrehajtani. Márossá nyilvánításának 27. évfordulóját ünnepelte Záhony. A szabolcsi településen díszünnepséggel és kulturális programokkal emlékeztek meg az évfordulóról. A városnapi közgyűlésen Záhonyvárosért, illetve közszolgálatáért elismeréseket és tárgyutalmakat adtak át a település vezetői. 1989. április 3-án kapta meg Záhony a városi rangot. A várostan nyilvánítás 27. évfordulóját kétnapos városnappal ünnepelte a település. A díszünnepségen Helmeci László polgármester ismertette a város történetét, és beszámolt azon fejlesztésekről, melyek az elmúlt közel 3 évtizedben jellemezték a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei várost. Rengeteg infrastruktúrális fejlesztésünk volt, kaptunk új úszodát a város felalakítás évfordulójára, intézményrendszereink megújultak, minden útunk rendbe lett éve, minden út Záhonyban szilárd burkolattal rendelkezik, és a teljes város közművekkel ellátott. Tehát ez a városá válás, ez ebben is nagyon sokat segített, hogy egy igazi városi jelleget kapott Záhony. A határvárosi lét is meghatározta az elmúlt években a település életét. A fejlődéshez nagyban hozzájárult
A széles és normál nyomtávú vasútvonal találkozásánál található vasúti átrakó. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke úgy beszélt Záhonyra, mint a megye egyik legmeghatározóbb települése, így Záhony és térsége az egyik olyan gazdasági körzet a megyében, melynek fejlesztése kiemelt ebben az Európai Uniós pályázati időszakban. Itt egy olyan áruforgalom és olyan lehetőség van arra, hogy az export-import tevékenységét folytassuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is, amely mindenképpen kihasználásra és fejlesztésre kell, hogy nem is szoruljon az rossz szó, hanem mindenképpen fejlesztenünk kell. A díszünnepség keretében Záhony városért elismerést adtak át Zétót Sándor festőművésznek. Közszolgálatért elismerésben részesült Horvátné Kócsi Kibolya köztisztviselő és Bérez Zoltán Jenőné, az Árpád vezér általános iskola és alapfokú művészeti iskola pedagógusa. A gyerekek szeretete vezetett ahhoz, hogy én a tanári pályán kezdtem közel 40 éve. Ez az elismerés megerősített abban, hogy annak idején jól választottam, hiszen én 18 évesen 14 éveseket tanítottam. Záhony város önkormányzata a városban végzett kiemelkedő vállalkozói és közéleti tevékenység elismeréseként 10 szemét részesített tárgyjutalomban. Közöttük Béres Ildikót, az Árpád vezér általános iskola szülői munka közösségének vezetőjét. Ez egy nagyon megtisztelő feladat volt számomra, nagyon örültem a felkérésnek 10 évvel ezelőtt, és most jár le a mandátumom, ugyanis a gyerekem elballag innen, úgyhogy ez egy szép kerekszám volt. A városra nyilvánítás 27. évfordulóját a testvér települések képviselői is együtt ünnepelték a záhonyiakkal. Záhonya már egy pár éve testvér település vagyunk, amint tudni, Tiszacsernyő is és Záhony is valójában a vasútra volt építve, szóval sok közös van köztünk. A pénteken tartott díszünnepséget követően szombaton kulturális programokkal folytatódott Záhony városnapja, melynek során többek között felelevenítették a májusfa állítás hagyományát. Boroztak a rockerek és rockzenét hallgattak a borászok a hétvégén az ungvári pincéknél. A Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület munkatársai folytatták a hagyományt, amely a város egyik legrégebbi épített örökségének, az ungvári pincéknek a megismertetését jelenti. A helyi borászoknak és az önkormányzatnak minden ide szervezett eseményen az a célja, hogy bemutassák Tokaj hegyalja kincsei között nem hiába kapott helyt a világörökség részeként is nyilvántartott pincesor. A rockerek szeretik a jó bort, legalábbis ha azt a nedűt Tokaj hegyalja egyik nevezetességének, az ungvári pincesornak a mélyéből kínálják nekik. A zene és a bor párosítása nem egyedi ötlet, ám a rockzenét társítani egy pincesori mulatozáshoz talán ritka alkalom még Tokaj hegyalján is. No, ezt használták ki a helyi turisztikai szakemberek, akik rockzenei eseményt szerveztek ide. A cél ugyanaz, felhívni a figyelmet az ungvári pincesorra. Mivel az egyesületünk tagsága többek között az ungvári pincesoron gazdálkodó borászokat is magába foglal, sőt, főleg ők vannak, ezért küldetéstudatunk van, és szeretnénk népszerűsíteni magát az ungvár pincesor. Zsólyomka és ungvári pincesor. Mindkét új helyi borlelő helyet újra be kell vezetni a köztudatba, és nem csak a turistáknál, de még a helyieknél is komoly marketing kell ehhez. A Zsólyomka esetében a késő őszi programmal talán ez már sikerült, most a világörökségi helyszínen a sor. A kezdeményezésnek ezért is nagyon örültek az itteni borászok. Sajnos Sátoraljaújhelyen ugye a Trianon előtt 3-400 borászat volt is borkereskedés, ugye most maradtunk talán 3-an vagy 4-en. Most végre van, itt beszélgettem pataki borászokkal, akik már fantáziát látnak, hogy itt vegyenek pincét. Tehát nagyon fontos, hogy megtöltjük élettel, és nagyon-nagyon köszönjük a helyi Turinform irodának, hogy ezt megszervezte, mert nélkülük ez nem jött volna létre, és a kicsit a rockzenét a borral összekötve szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Mátt, Tokaj és Erdőbénye után a Sárospataki és Sátoraljaújhelyi borászok is helyet követelnek maguknak a borvidéket bemutató helyszíneken. Egyre jobb, a szakmán belül is elismert borokkal lépnek elő, így lassan és igen kitartó munkával elérik, hogyha erről a borvidékről kíván meg jó bort a látogató, e két város is eszébe jut majd. Pataki és újhelyi borászok azon dolgoznak, hogy ezt visszaállítsuk, visszategyük ezt az északi régiót a bortérképre,
és szerintem az a titka ennek, hogy össze kell fogni. Együtt kell dolgoznunk, el kell menni egymás rendezvényeire, segíteni kell a másiknak a munkáját, és most mi éppen ezen vagyunk. A Sátoraljaújhelyi önkormányzat tervei között szerepel a pincesor környezetének rendbetétele, hogy az ide látogatók csak a jó bor ízét vigyék magukkal tovább. Körhinta, vattacukor, zenei fellépők. Sárospatakon is hagyományos módon majálisoztak a hétvégén. Az amatőr együttesek mellett Maróti Viki és a Nova Kultúr zenekar volt a sztár fellépő, akikre más települések lakói is kíváncsiak voltak. A Vízikapunál szerveztek szabadtéri programot a sárospataki majálisra, amelyhez szerencsére az időjárás kedves volt. Kellemes napsütésben lehetett vattacukrot, mézes kalácsot, kürtős kalácsot vagy éppen koktélokat fogyasztani, de persze szórakozni is lehetett, hiszen a színpadon délelőtt 10 órától helyi fiatalok adtak műsort. Dr. Muha Miklós köszöntötte a megjelenteket, emlékezve a régi pataki majálisokra. Az üzemek sörjeggyel és egy pár debrecenével járultak hozzá dolgozóik hangulatának javításához. Itt Sárospatakon az iskola kertben kezdődött, majd a Berekben folytatódott, és már több éve szerintem nagyon helyesen itt a Vízikapunál kerül megrendezésre a május 1-i ünnepség. Kuratórium elnöke megjegyezte, a mai közösségek számára is hasznos lenne a kötetlen kikapcsolódás. Muha Miklós a munka világára utalva beszélt arról, hogy össztársadalmi felelősségvállalásra van szükség. Közösen mindent meg kell tennünk, hogy az ország vidék városai és falvai is meg tudják tartani a jövő nemzedékét, a fiatalságot. Közösen kell biztosítani számukra a jó tanulás lehetőségét, a munkahelyet, a biztonságos megélhetésüket és nyugodt, békés jövőjüket. Tiszteljük, óvjuk és becsüljük meg nyugdíjasainkat, pedagógusainkat, a közszolgáinkat és minden becsületes magyar ember. Pataki majális programjaiban láthatóak voltak a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoportjai, és színpadra léptek a Sárospataki Plasztikesen növendékei is. A napközbeni programokat követően este 7 órától Marút Viki és a Nova Kultúr zenekar adott koncertet a szabadtéri színpadon. Ünnepi programra invitálták az édesanyákat az örömhírvétel görögkatolikus oboda kisgyermekei. A templomban adták elő anyák napi műsorukat. Szeretetüket nem csak versekkel és énekkel, de az általuk készített ajándékokkal is kifejezték a kicsik. Elmondtad már milliószor! Május 1-én, anyák napján, a Péter Pál görögkatolikus templomban az obodások adtak kedves műsort az édesanyáknak. A már 5. éve egyházi fenntartású sárospataki örömhírvétel görögkatolikus óvoda vezetője elmondta, a legtöbb ünnepséget az intézmény falai között tartják meg, de az anyák napját kiemelt ünnepként kezelve a templomhoz tartják méltónak. Mi görögkatolikus fenntartású nevelési intézmény vagyunk, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyermekeink életébe belvigyük a keresztény nevelést, a katolikus nevelést, és ez a szép ünnep, ez egy külön apropója ennek, hogy nem az óvodában tartjuk meg, mint minden egyéb ünnepségünket, hanem igyekszünk ide a templom falai közé elhozni. Ahhoz, hogy a gyerekeket szeretetben, erőben, egészségben, tisztességben tudjuk nevelni, nem elég, hogy megszüljük őket édesanyaként és nagy szeretettel neveljük, hanem bizony ehhez az égi áldásra nagyon nagy szükségünk van. Örömmel látják a boldog édesanyákat és gyermekeiket a templomban, mondta Mosolygó Tamás parókus. Hozzátéve, hogy a családok lelkét és erejét ugyan közösen alkotják a szülők, az édesanyáknak mégis kiemelt szerepük van a gyermekük életében. Az édesanyáknak mindenképpen ezt a belső, Istentől eredő, Istenből fakadó ajándékot, amit az édesanyák kapnak, hogy ezt bontakoztassák ki, ne szégyeljék, vállaljanak gyermekeket, legyenek hűségesek a családhoz, gyermekekhez, férjeikhez. Egy családban egy gyermeknek nem csak az édesanyára van szüksége, hanem éppen olyan szükség van az édesapákra is, és az üzenete ennek, hogy ennek az ikonnak, az Istenszülő ikonnak,
hogy ezt a családot meg kell élni, ehhez hűségesnek kell lenni, ki kell tartani mellette a gyermekeknek a javáért. A műsort követően az édesanyákat apró ajándékokkal lepték meg gyermekeik. Az Egri Egyházmegye katolikus iskoláinak angol nyelvi versenyét rendezték meg Sátoraljaújhelyen. A vetélkedőn a helyes és változatos szókincsel megfogalmazott beszédre és az ötletes téma feldolgozásra kellett odafigyelni a gyerekeknek. A tanárok szerint az ilyen versenyek kiváló alkalmat adnak arra, hogy a grammatikai tudás mellett az élő beszédre is koncentráljanak a diákok. A Tolcsvai Általános Iskola csapata különlegességgel is készült az Árpádházi Szent Margit Általános Iskola angol versenyére. A gyerekek nem csak PowerPoint segítségével dolgozták fel a választott könyvet, de a történetet meg is rajzolták, és egy diafilmet készítettek belőle. Black Beauty-t dolgoztuk fel, ami egy lóról szól, és úgy gondoltuk, hogy minden egyes fejezethez rajzolunk, vagyis hát én rajzoltam egy illusztrációt, amit a lányok segítettek kifesteni, és ezt így egy filmszalagra így ráragaszgattuk. A versenyt két kategóriában írták ki a szervezők. Külön értékelték az 5., 6., illetve a 7. és 8. osztályos csapatok teljesítményét. A Sátoraljaújhelyi szlovák-magyar kéttanítási nyelvű általános iskolában a szlovák nyelv oktatása mellett angolul is tanulnak a gyerekek. Az oktatási intézmény pedagógusa szerint az ilyen versenyek jó lehetőséget adnak arra, hogy diákjaik összemérjék tudásukat, felkészültségüket más iskolák tanulóival. Mi azért jelentkezünk mindenféle versenyre, ha van jelentkező gyerek, hogy ezzel is plusz lehetőséget adjunk a gyerekeknek arra, hogy önmagukat fejlesszék. A helyi és az Egri főegyházmegye területéről érkező csapatok soraiban foglaltak helyet a házigazda Árpádházi Szent Margit Általános Iskola diákjai is. Én nagyon szeretem az angolt, és aki szereti az angolt és szeret olvasni, annak itt a helye. El kell jönni a versenyre, mert ez nagyon jó móka. A Sátoraljaújhelyi Keresztény Általános Iskola a több mint egy fél évtized elindított versennyel azt szeretné elérni, hogy a gyerekek szeressenek olvasni, ismerjék a csapatmunkát és tapasztalatot szerezzenek a közönség előtti szereplésben. Ezzel a versennyel egy valami olyat találtunk ki, vagy próbáltunk kitalálni, hogy minél többféle készséget megmozgasson. Tehát például az, hogy három fős csapatok jelentkeznek, azt szeretnénk elérni, hogy megtanuljanak a gyerekek minél jobban összedolgozni, csapatmunkában dolgozni. Az, hogy az a feladat, hogy olvassanak el egy könyvet, és erről készítsenek beszámolót, az a célunk, hogy minél többet. Próbáljuk rászoktatni a gyerekeket arra, hogy olvassanak, akár magyar, akár idegen nyelven. A verseny egyre népszerűbb az egyházmegyében működő iskolák körében. Bizonyítja ezt, hogy idén is volt olyan alapfokú oktatási intézmény, ahol előselejtezőt rendeztek azért, hogy kiderüljön, melyik csapat képviselje az iskolát Sátoraljaújhelyben. Végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Zempléniek egészsége fórumot szerveztek a sárospataki lokálpatrióták. Záhonyváros napja. Boroztak a rockerek az óvári pincéknél. Önök az MTN Televízió híradóját látták, köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Témajavaslataikat, véleményüket várjuk az MTN Televízió e-mail címére vagy közösségi oldalunkra. Viszontlátásra!